tudja, holnap látsz-e még? Ki tudja, holnap fáj-e még? December 2-án rendhagyó adventi koncerttel zárult le a Rákosmenti Nyugdíja Szabad Egyetem 2022-es programsorozata a Vigyázó Sándor Művelődési Központ színház termében. A 2016-ban életre hívott kezdeményezés töretlen népszerűségnek örvend a szépkorúak körében, akik ebben az évadban is különböző tematikájú előadásokon vettek részt, mondta el Fekete Ágnes, művelődés szervező. Októberben Gordos Anna néptánctanárként ismert a kerületünkben, de megmutatta ezen tovább szőtt tudományát is, néprajzi előadást tartott a Szabad Egyetemen, illetve novemberben dietetikust Bajor Zsuzsannát a kerületi vonatkozásból hívtuk őt is, aki szintén egy nagyon jó egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadást tartott. Mindkét előadásra nagy volt az érdeklődés, nagyon sikeres is volt, és a visszajelzésekből is ezt kaptuk, hogy ezekre az előadásokra szükség van, és tetszik a közönségnek a Szabad Egyetem programján belül, ugye a közéleti előadás sorozatban. És ez az adventi, ez immár hagyománnyá vált, rendhagyó, hiszen itt nem egy előadás, egy tudományos vagy egy kulturális előadást hallgathat a közönség, hanem az ilyenkor szokásos évad zárásként ajándékműsorral kedveskedünk a közönségnek, elsősorban a kerületi nyugdíjasainknak. A délelőtt folyamán a 9 évvel ezelőtt megalakult Kamilka és a Pesti Sík lépett színpadra. Az öttagú formációból ezúttal ketten Kis Kamilka, a Nemzeti Kulturális Alap által többszörösen támogatott dalszövegíró énekes, és Lőrinc Ádám, kétszeres fonogramdíjas zeneszerző, zongorista látogattak el Rákoskeresztúrra Meghitt Karácsony című műsorukkal. Az együttes énekesnője kitért rá, az erre az alkalomra összeállított repertoárjuk teljes mértékben lefedi azt a stílusirányzatot, valamint hangzásvilágot, amelyet a fellépések során egyébként is képviselnek. A swing érának a legszebb dalait választottuk, mi magyar nyelven énekeljük ezeket a hollywoodi aranykort idéző dalokat, illetve a magyar repertoárból, a magyar dalokból is olyanokat választottunk, amik kicsit ünnepi hangulatúbbak, illetve mivel a profilunkban benne van az, hogy a régi magyar filmek zenét is feldolgoztuk, és ilyen swinges hangulatba tettük őket át, ebből is válogattunk, de lesznek autentikus magyar karácsonyi dalok is, kicsit Nagy Gatsby-s hangulatra átírva. Én elettem elaludni nem lehet, éjjel-nappal szeretni kell engemet, nálam aki lusta meg nem én. Szedje össze magát, aki csókot ad, mellőzheti nyugodtan a bókokat, az kell, aki nem sokat beszél. A jövőre fennállásának 10. születésnapját ünneplő zenekarnak eddig 2 nagy lemeze jelent meg. Az első a Pesti Sík, míg a második a Szupernő címet viseli. Lőrinc Ádám zenei vezető kiemelte, hogy a csapatok sűrű évet tudhat maga mögött koncertek gyakoriságának tekintetében. December hónapban azonban még számtalan fellépés vár rájuk. A decemberi időszak az nagyon sűrű, és hál' Istennek ez idén is így van, a Covid ellenére is. Azt látjuk azért, hogy nagyon sok művelődéséhez nem tudja fenntartani magát ebben az energiaválságban, de nagyon hálásak vagyunk és örülünk neki, hogy mint ahogyan itt is a Vigyázó Művelődési Központban fel tudunk lépni, úgyhogy nagyon nagy örömnek számunkra, és reméljük, hogy jövőre ugyanígy folytatódik tovább. A Vigyázó Sándor Művelődési Központban és tagintézményeiben hosszú évek óta nagy hangsúlyt fektetnek az idősek élethosszig tartó tanulásának biztosítására. Így jövőre is folytatódnak majd a nyelvi és számítógépes klubok, valamint az ismeretterjesztő előadásokat magában foglaló Rákosmenti Nyugdíjas Szabad Egyetem is, melynek következő évada 2023. februárjában indul, amikor Ádám Ferenc történész muzeológus fog tartani egy történelmi áttekintést Rákosmente múltjával kapcsolatosan.